Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a mai nyitó rendezvényen. Valójában miért más a mai komlói bányásznap, mint a tavalyi? Hát az egyik dolog biztos, hogy egy évvel idősebbek lettünk. A másik dolog, ha egy picit körbenézünk a környezetünkben, akkor egy csomó dolog megváltozott. Megváltozott ennek a térnek egy picit az arculata, hisz a virágok magasabbra kerültek, a virágágyások új horvát kőburkolatot kaptak, és a közlekedő járdák új térburkolatot kaptak. Már tavaly is itt a Városház téren, Esperantó téren, Bem utcába tartottuk a rendezvényeket, a régi hagyományoknak megfelelően egy helyen, egy helyszínen, hogy mindenki elérhesse őket. De idén abban más ez a rendezvény helyszín, hogy új arculatot kapott a Csempének nevezett környék, a Csempe parkolóval, a játszótérrel, a környező járdákkal. És ezzel is méltó körülményeket biztosítunk városunk egyik legnagyobb rendezvényének. Mitől más még a mostani rendezvény sorozat? Attól, hogy a holnapi nap folyamán tisztelgünk Komló város építői előtt, a bányászok előtt, és végre egy bányászati emlékhelyet fogunk avatni, amellyel úgy gondolom, már tartoztunk az építőknek. És a mai nap abban különbözik a többitől, hogy a nyitó rendezvények alkalmával, amely a Komlói Expohoz kapcsolódnak, és 16. alkalommal kerültek megrendezésre, vendégünk volt Comba államtitkár úr, aki a foglalkoztatásért, és most már a szakképzésért felel. Vendégünk volt Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter, aki a gazdaság élénkítésért felel. És vendégünk volt a térség országgyűlési képviselője, dr. Hoppál Péter, aki a kultúra nagykövete, a kultúra államtitkára. Nem tudom, a történelem könyvekbe lapozni kell, hogy mikor volt olyan nap, amikor három ilyen magasrangú vendég látogatott el városunkban. És mi teszi még reményteljesebbé ezt a mai napot? Az, hogy szeptember 1-én, 20 év szünet után a Komlói Szakképző Iskolában újra indult a vályárképzés. Én úgy gondolom, hogy megjelent egy csillag, egy reménycsillag fönn az égen, ami azt mutatja, hogy újra van remény, és újra nagyobb élet tud a városban költözni. De ezen a három napon ünnepeljünk. Én imádkoztam, és remélem a Jóisten meghallgatta az imámat, és jó időt ad a rendezvényeinkhez. Én ehhez kívánok önöknek nagyon jó szórakozást, nagyon jó időtöltést és jó szerencsét. Köszönöm, hogy meghallgattak.